Az intézményben tavaly ősszel adták át a lánykollégium épületét, ahol teljes energetikai beruházás történt. A főépületben pedig modern, energiatakarékos LED lámpákat szereltek fel több teremben is. Nemrég pedig egy régi álom is megvalósulhatott a Szent Lászlóban. A Tóth Pál Zoltán díszteremben a színpadra egy modern hangszigetelő fal került, így a teremben párhuzamosan tudnak edzéseket és drámaórákat is tartani. Ez egy speciális, nagy hangszigetelő képességgel rendelkező mobil falról van szó, 6 elemből áll, tehát gyakorlatilag néhány perc alatt egy vagy két ember el tudja mozgatni jobbra, illetve balra, és amikor a színpadon előadás van, és lent a díszterembe pedig be van rendezve előadó teremnek, akkor színpadként funkcionál, de az év nagy részében ez a hangszigetelő mobil fal, ez zárva van, és ilyenkor a művészeti csoportok szabadon tudják használni a termet, mert nem hallatszik föl a gyerekeknek a zsivaja. A helyi védettséget élvező épületekre minden évben kiír pályázatot az önkormányzat, amely a homlokzat felújítására fordítható. Ezt 2 éves ütemben tudták megvalósítani, összesen 12 millió forintból, amelynek felét a pályázati támogatás biztosította. Először a falfúrásos szigetelés történt meg, hogy a talajvíz ne tegyen kárt a falakban, majd idén a lábazat, a falak és a nyílászárók festése következett. A korábbi sárga helyett most a földszínek dominálnak az épület falain. Ahogy most tisztították itt a falakat, azért, hogy emlékszem, legalább 6 réteget találtunk korábbi évekből, ugye azért 120-150 év alatt azért legalább ennyiszer újra festették, és voltak ott elég sötét színek is, tehát bár erre senki nem emlékszik, meg a fotók csak fekete-fehér fotók állnak rendelkezésre, abból pedig nem lehet megállapítani. És ilyen szín is, ami most fölkerült az épületre, tehát ilyen halvány földszínek vannak most. Ilyesmi árnyalat volt valamikor az épületen, találtunk erre utaló nyomokat. Az intézmény főépületének alapkövét 149 évvel ezelőtt tették le, így jövőre kerek évfordulót ünnepelnek a Szent Lászlósok. Ebből az alkalomból a bejáratot és a portát is szeretnék felújítani, illetve egy fedett közösségi teret alakítanának ki a régi épület egyik folyosóján. Ehhez még várják a pályázati forrást.